Magyarországon jelenleg több mint 2,8 millió idős ember él, ez a népesség 23%-a, ami 2020-ra elérheti a 30%-ot. Az időskorú népesség szemszerinti növekedése mellett azonban úgynevezett minőségi változás is érzékelhető, már magasabb iskolai végzettségűek és sokan közülük az egész életen át való tanulást igénylik. Ezért számos európai ország példája alapján 5 évvel ezelőtt hazánkban elsőként Miskolcon megalakult a harmadik kor egyeteme, amelynek célja, hogy közösségi teret adjon a szépkorúaknak, valamint megteremtse az úgynevezett minőségi öregedés feltételeit. Többek között előadásokat, tanfolyamokat szerveznek az érdeklődőknek. Mi megkérdeztük az időskorúakat, hogy mit szeretnének, és ezt minden évben ismételten megkérdezzük egy ilyen kérdői szerűen, de a klubokban is járunk elünk, és ott is gyűjtjük. Van nekünk a harmadik kornak egy ilyen idősügyi tanácsa, vagy ha tetszik a bölcsek tanácsa, és ez egy 11 tag, aki járja a megyét, és járja részben a város, és ebből összejön egy olyan igény, szükséglet, keret, amiből megpróbáljuk a lehetőségeinken belül összeválogatni, hogy mi lesz az a tevékenységi kör, milyen területekkel tudunk foglalkozni, mire van igény. A kuratóriumi elnök kiemelte, széles körű az idősek érdeklődési köre, ezért az egyetemi minősített oktatók többek között egészségüggyel, számítástechnikával, önvédelemmel kapcsolatos előadásokat is tartanak nekik. A Debreceni Egyetem egészségügyi karának dékánja hozzátette, tavaly Nyíregyházán is elindítottak egy hasonló kezdeményezést, a Szépkorúak Akadémiáját, ami már második fél évét kezdte a közelmúltban. Ennek sikeressége és a miskolcihoz hasonló gondolkodás együttműködésre késztette a két intézményt, a harmadik kor egyetemeinek hálózatát akarják elindítani. Nyilvánvalóan ez egy régiós szerveződés, ami alapul a miskolci, illetve nyíregyházi együttműködés kapcsán, de ezt szeretnénk tovább kiterjeszteni, hiszen már vannak olyan szerveződések, amelyek hasonló alapon, hasonló tematika indítatás alapján működnek. Őket szeretnénk magunkhoz csoportosítani, és utána pedig nyilvánvalóan a következő cél pedig az, hogy alakuljanak majd ilyen jellegű szerveződések. Tehát ami van, őket összefogni először, és ennek kapcsán tovább lépni, alapítani Magyarországon, illetve ha már ez megtörtént, akkor kilépni nemzetközi szintre. A hálózat megalapítását is kezdeményező együttműködési szándéknyilatkozatot ma írták alá Nyíregyházán a harmadik fél egy miskolci alapítvány. A szerepünket abban látjuk mégis ebben az együttműködésben, hogy a hálózattá formálódást, a civil szerveződést próbáljuk segíteni. Elsősorban civil együttműködésekben van gyakorlatunk, ezen együttműködéseknek a generálásában, civil szervezetek esetében szervezetfejlesztésben, és ezzel a tudásunkkal szeretnénk hozzájárulni ennek a hálózatnak a működéséhez. Az aláírást követően az egészségügyi kar dékánja kiemelte, a kutatások is azt mutatják, egy szellemileg aktív, szépkorú, hosszabb és egészségesebb életre számíthat. Ezt kívánják erősíteni a harmadik kor egyetemeinek hálózat bővítésével.